Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre utalnak itt az utak. És az azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Amit még jelent, a sors utatok kereszteződik újra, és ez lesz egy találkozás. Amit az utak még jelentenek, ezek a döntések, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt fontos döntésekről lesz szó, és pontosan ez a terve, ez, amin ő elgondolkozik. A második kérdés az lenne, hogy érez irántad. Itt látható ez a gyűrű, ez jelenti ezt a kapcsolatot kettőtök között, sőt, ez lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság tervezése is. Amit a gyűrű még jelent, hogy valami visszatér, vagy valaki visszatér az életedben, ez lehet néha egy kármikus kapcsolat is. A harmadik kérdés az lenne, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt megjelenik ez a hölgy, és ha te vagy ez a hölgy, akkor téged szimbolizál, te állsz itt a középpontban, gondol rád, fontos vagy számára. Lehet, hogy vannak olyan elképzelései, hogy te lépj, hogy te hozz itt most döntéseket. Mi az, ami összefűz benneteket? Itt látható ez a pecsét, tehát ez le van pecsételve, ez tuti, ez a kapcsolat. Amit ez a levél még jelent, természetesen egy hír. Ő arra vár, hogy írj neki, vagy az a terve, hogy ő fog írni neked. Amennyiben más témák is vannak, akkor ez a levél utalhat bizonyos szerződésekre. Ugyanúgy, mint a gyűrű, és az utak jelenthetnek fontos döntéseket is. Valami változik itt, és ez kihat a párkapcsolatotokra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!